Sziasztok! Van, amikor nem indul a motor. Egyesek azt mondják, ilyenkor be kell rúgni. Az a helyzet, hogy ezen a motoron nincs emberrúgókart. Probléma az akkumulátorral van. Kellemetlen, amikor egy olyan mélyórásban vagyunk, ahol nincsen működő konnektor. Ennek is megvan a sztoria, elektromos autót töltögető tulajdonos társa. Mit lehet ilyenkor tenni? Készítsünk egy mobil akkumulátortöltőt. Ha már volt a motornak egy korábbi rossz akkumulátora, és ha már kallódik otthon DC-DC konverterünk, boost módú, meg még pár sallang, akkor vegyünk egy kis vasalatot, egy darab pozdorját, aztán essünk neki. Kimenő feszültségünk 14 volt a DC-DC-ből. Ezzel a gombbal meg tudjuk nézni, hogy a varta akkunkban most szűk 12 volt van. Kössük is rá a motor aksiára a töltőnket, hadd szóljon. Jó, már is töltünk 3,5 amperrel. Kicsit csenevész vezetékeken keresztül, de annyi baj legyen. Csorognak az amperek. És nincs más dolgunk, mint hogy várunk. Szépen töltögeti. Fényképeket és építési útmutatót egy külön oldalon találtok, melyre a linket a videó leírásában találjátok. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Lehet, hogy csinálok még hasonló érdekes videókat.